Üdvözlöm a kedves nézőket! László Zsolt U10-es csapata egy hazai rendezési tornán vett részt, ahol a kiskörösi lányok két mérkőzést játszottak. Kiskunhalassal és Balástya csapatával mérkőztek meg Zsolti bácsi lányai, és két jó mérkőzést játszottak. Itt az eredmény, mint tudott, nem számolják, hiszen mi olyan szivacs kézlabdáról beszélünk, ahol nem az eredmény számít, hanem az, hogy minél többen kézlabdázzanak. Ezen a hétvégén nem csak az U10-es korosztályunk lépett pályára, hanem Cérna János U12-es korosztálya is utazott, hát ismét egy nagyon hosszú út várt rájuk, és Gyulára utaztak a lányok, ahol két mérkőzést várt rájuk. Az egyik mérkőzés az egy a szegedi különítmény legjobb csapatával játszottak, ahol egy 33-8-as vereséget szenvedtek. Hát ez a mérkőzés azért nem volt mérvadó, hiszen egy szegedi klub csapatai azért jóval nagyobb erőt képviselnek, mint a kisműhelyek csapatai. Viszont már a második mérkőzésen a helyi gyulai csapatot sikerült János csapatának fölmúlni, 19-6-os végeredmény született. János elmondta, hogy nyilván az első mérkőzés után azért a lányok felbírtak állni a padlóról, és nagyon szépen kézilabdázva meg tudták nyerni ezt a mérkőzést. Ezen a hétvégén még Fenyvesi Éva U14-es lányai is nagyon-nagyon fontos rangadót játszottak. Itt is tornarendszerben két mérkőzés zajlott, melynek a tétje az volt, hogy a felső házba jutnak, vagy pedig maradnak a középső házban. És hál' Istennek örömmel számolhatok be arról, hogy az a korcsoport, tehát az U14-es lányok a felső házba jutottak, hiszen az egyik legfontosabb mérkőzésüket megnyerték, és így a helyi kistelek csapatával lejátszott utolsó mérkőzésnek már jelentősége nem volt, hiszen biztosak lehettek abban, hogy a harmadik helyen a felső házba jutottak. Azért elmondanám, hogy Bács-Bokot csapatát 17 góllal verték a lányok, tehát az délután 4 órakor Kistelken zajlott ez a mérkőzés, ahol nagyon magabiztosan tudták a lányok azt, hogy ha ezt a mérkőzést már behúzzák, megszerzik a két pontot, akkor biztos, hogy a felsőházba jutnak, és nem kell egy kiki mérkőzést játszani a Kistelekkel, hiszen a Kistelek is az előző mérkőzését megnyerve már bebiztosította a továbbjutását a felsőházba. Így a nap utolsó mérkőzésén ez a két csapat játszhatott egy laza mérkőzést, ahol sajnos azért a kiskörösi lányok egy 12-17-es vereséget szenvedtek. És hazai rendezési mérkőzésen fogadtuk Kunszent Miklós csapatát. Hát a hazai mérkőzésről annyit, hogy nem tudtunk a kiskörösi sportcsarnokban játszani, így Izsákon kellett termet bérelnünk, és ott játszottuk le ezt a mérkőzést. Előzetesen annyit tudni kell a mérkőzésről, hogy ez a Kunszent Miklósi csapat pont azonosságban ugyanannyi pontot szerzett, mint a kiskörösi lányok, és ez egy nagyon nagy rangadónak nézett ki. Idegenben legyőztük őket 4 góllal, hát sajnos ezen a mérkőzésen viszont ők győztek le bennünket 4 góllal. A mérkőzés sajnos nagyon rosszul kezdte a kisközösi gárda, hiszen 5-0-val elhúzott az ellenfél, és ez az 5-0 nyilván az egy a csapat számára úgy tűnt, hogy ezen a mérkőzésen behozhatatlan előnyre tetszett a Miklós, és így nagyon nehéz volt a mérkőzést megnyernünk, sajnos ez nem is sikerült, hiszen 28-24-re vereséget szenvedtünk. A mérkőzés margójáról annyit kell elmondani, hogy egy nagyon enervált kiskörösi csapatot láthattunk a pályán. Küzdés volt, viszont rengeteg hibával játszottak a lányok, mind támadásban, mind védekezésben. Az első félidőben mindösszesen csak 11-8 volt a félidő, tehát mindkét csapat azért egy kicsit nyögvenyelősen játszott ezen a mérkőzésen, de a lépés az a Kunszent Miklós csapatának jött ki. Annak ellenére, hogy a kiskörösi lányok feljöttek még a mérkőzés utolsó 5 percében egy gólra, nem sikerült átrendülnünk a túloldalra. Márki Iván ez a mérkőzésen 9 gólig jutott, Borbényi Luca minden 4-7 méterest értékesítette, amelyre lehetőséget kapott, ezáltal ő is 4 gólig jutott, Tördik Rita 5 találattal zárta ezt a mérkőzést, és a fiatal Schisler Hanna 1 gólig jutott, Nagy Jennifer 2 találattal terhelte meg az ellenfél kapuját, illetve a Holcimmel, Jóci és Tiana Bianca is egy, illetve 2 gólt lőtt, ez a mérkőzésen ez nem volt elég. A következő hétvégén idegenben fogunk utazni, ahhoz a Kiskun Majsához, amely a dobogó 3. fokán tanyázik, hát őket itthon, hál' Istennek 4 góllal sikerült megvernünk,
de hát idegenben az a mérkőzés még nehezebb lesz, mint ami következni fog. Ezen a héten szerdán a Szeged Algyő csapata látogat el az ifjúsági és serdülő csapatainkhoz, és mindkét mérkőzésre várjuk szeretettel a hazai szurkolótábort.